Egyre több új építésű ingatlannal találkozhatunk Nyíregyházán és Vármegye szerte. Ezek sok esetben már okos megoldásokat is tartalmaznak, ami viszont biztos, hogy energetikailag korszerűek. Vannak azonban olyan tulajdonosok, akiknek a házuk korán sem mondható annak. Az új otthon felújítási támogatással július 1-től nekik is lehetőségük van a korszerűsítésre. Ez egy hitel szerződés, 0%-os kamat támogatott hitel, és vissza nem térítendő támogatás kombinációja. Sokan kérdezik, hogy muszáj-e ugye a hitelt felvenni. Igen, mert ez csak így működik, tehát ezt nem hagyhatjuk ki belőle, viszont a hitelt bármikor díjmentesen elő lehet törleszteni, akinek nincs szüksége rá, továbbiakban rá. A hitel és a támogatás arányát a régió fejlettsége szabja meg, ezen belül a legalacsonyabb jövedelműek jogosultak a legkedvezőbb arányban a hitel és támogatás kombinációjára. Akik most vennének házat, azok viszont már kiesnek ebből a támogatásból, hiszen a kiírás szerint állandólag címmel vagy tartózkodási helyjel kell rendelkeznie az igénylőnek az adott ingatlanban legkésőbb 2024. május 1-e óta és az ingatlan tekintve is vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Például a támogatás csak olyan ingatlanra vehető igénybe, amely 1990. december 31-e előtt Magyarországon épült. A földhivatali ingatlan nyilvántartásban belterületi, külterületi, zárkerti lakóházként, szabadon álló családi házként, sorházi családi házként vagy ikerházként van bejegyezve. És más feltétele is van az igényelhetőségnek. 30%-os energetikai javulásnak is meg kell, hogy valósuljon. Ebben a pályázatban szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és nyilázáró cserékre van lehetőség. A fűtéskorszerűsítésnek viszont van egy határideje, annak 2024. december 31-ig teljesülnie is kell. Valószínűleg a szigetelés és a nyílászárócsere érinti a legtöbb támogatást igénylőt, hiszen ezen a két területen lehet a legtöbb energiát megspórolni, ami segíthet elérni a megkövetelt minimum 30%-os energetikai javulást. Az elért energiamegtakarítást a beruházás előtt és után egy-egy energetikai tanúsítvány igazolja. Jelenleg országszerte 266 bankfiókban lehet igényelni a támogatást szabolcs bereg vármegyében 14 helyen. A kérelmeket 2025 év végéig kell benyújtani, a hozzátartozó kölcsönszerződéseket pedig 2026. április 30-ig lehet megkötni, ám a szakértők arra számítanak, hogy a 108 milliárd forintos forráskeret még jóval ezelőtt kimerül majd.